végtékkülönbség van a nagy fesztivál és egy, egy kis színház éves fenntartása között de közben meg, meg, lehet csinálni, és erről meg híresek voltunk, hogy pont azért, mert az improvizáció egy csengő, és visszad, ahova akarod, lehet tréninget tartani, lehet képzéseket tartani, tehát ez mm. egy divers portfólió tud lenni, és van olyan, ami szinte egyáltalán nem látható. Pont kapolcson egyébként túl tudtatok élni, de most is túlélő üzemmód van ezek szerint. Hát most mi a túlélő? Most attól, hogy rettegni, hogy holnap nem tudunk fizetést fizetni, ez nem. Mm -hmm. De mondjuk, ha azt mondjuk, hogy ott vagyunk alapító tagok, és mi nem osztalékokra utazunk, azért, Én. hogy hogy sokkal biztosabb, sokkal fontosabb az, hogy a stábunk legyen. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenki céges podcastunk legújabb adásában. Én Oszkó Péter vagyok, és ez itt az Oxo Coffee Break. Mai vendégem Harsányi Vence, a Momentán Társulat alapító tagja. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm, hogy itt nagyon sok közös pont van az életünkben, nagyon sok ponton találkoztunk, de én kiválasztanék egy önkényesen egyet, ez Kapolcs. Induljunk onnan, aztán hogy elkalandozunk mindenfelé, mert, mert szerintem sok mindenről tudunk beszélni. Te mikor tetted be először a lábodat Kapolcs falujába? Az biztos, hogy azzal lehetett kapcsolatban, hogy édesapám zenész, klasszikus zenész, és ők elég sokat zenéltek régi zene együttessel ott. Úgyhogy uh -huh. van emlékem, abszolút gyerekkori, amikor ülök és templomban hallgatok koncertet, és megvannak a különböző templomi helyszínek is. Úgyhogy innen van egy erős élményem. Uh -huh. Egyéb számot nem is tudsz mondani, akkor? Hát azért biztos, hogy minimum 20 évvel ezelőtt volt, de, uh -huh. de lehet, hogy még azelőtt. Egy nagyon furcsa élményem is volt akkor még délután nagyon kevés program volt szétszórva a különböző településeken, egy. és az egyikében tudom, hogy aljas módon unalom völgyének hívtuk Kapolcsot, mert gyerekként oda mentünk, és a templomi koncerten kívül talán a templom kertben való séta volt az összes lehetőség nem. ott a közvetlen környezetben. Ezt Tehát a nagyon más típusú, hát abszolút nem, és nem tudok olyan nem, nem zsebkendőnyi területet, ahol nincsen valami, és mert a templom Sőt, kertben. És... Az élmény, hogy úristen, egy lemaradok. Hol aranyai? leszek egy, -egy, egy meg, igen. Jövőre is vissza kell jönni, hogy azok, amit idén kihagytam, azt meg tudjam majd nézni. Például a Kapulcsi Templom Kertben van a segítővásár, ami az én egyik kedvenc pontom, mm -hmm. mert csodálatos dolgokat hoznak, jó úgy ért, szóval, ez, mm -hmm. szóval nagyon régi ez a kapcsolódás, és akkor eltelt persze idő, és akkor jött, hogy vendégként 5 évet ott lettünk a Paja udvarban, mm -hmm. és minden évben mentünk, és akkor annak is volt egy varázsa. Igen igen, 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 amikor indult elékeny. udvarral, akkor, akkor mi oda már mehettünk az első évben és annak is volt egy ilyen különleges története, ő improzott, akkor éppen mm -hmm. ezer életéből az egyik, az egy imprós dolog volt, és akkor ott nagyon jó volt kapcsolódni, akkor mi ott emlékszem, amikor szerkesztettük, mondta hogy az első hétvégén mennénk, mert akkor mindenki jobb állapotban van, mert a második <laughs> hétvégén ott biztos nagyon rossz állapotban lesznek, de volt ilyen megfigyelésünk is, tehát hogy az is megint az őskorról szól inkább, mm -hmm. és aztán jöhetett a lehetőség, hogy mi tőle Ez Mennyire volt át. nehéz döntés, hogy átvegyétek a pajódvar helyszínét? Uh, nyilván ennek sok aspektusa van, de azért egy nagyon bejáratott, nagyon nagyon jó nevű helyszín volt. Volt-e ebbe kockázat, vagy féltetek tőle? Ennek volt egy nehézsége, de volt nagyon-nagyon sok vonzó tényező benne. Uh, egyrészt azért, hogy ismertük. Uh -huh. Kettő, hogy, hogy a be a szeretettel kínálta és adta. Uh -huh. És azt nekem nagyon fontos volt, hogy én vele beszéljek, és ez legyen tiszta, hogy ő most ezt akarja, és úgy nem csinálhatja, vagy uh -huh. hogy mi van ezzel. És az egyértelművé vált, vált, hogy ő öt év alatt annyi energiát tett bele, amit nem tud. Újabb és újabb nyarakon keresztül vinni, tehát hogy mm -hmm. ebbe volt egy ilyen. szerette dolog. A fesztivál igazgató asszony, hogy marketing vezető asszony, hogy kell a. a, a Natit hívni. Bár, bár igen, Nati, igen, szóval, hogy. hogy jól áll neki. Szóval nem tudom, mi a pontos titulus éppen, de hogy, de hogy amikor a, a Nati hívott, az nekem nagyon fontos volt, hogy rám írt Facebookon. Mm -hmm. Mi ráadásul iskolatársak voltunk, tehát azon túl, hogy kulturális körökben találkoztunk, volt egy, egy gyerekkori barátság is, tehát ez uh -huh. megint egy fontos tényező volt. És még egy nagyon fontos, és ezek olyan apró dolgok, hogy akkor ö, ment tőlünk egy interim pozícióból az a Szolos Kinga el, aki egy csodálatos projektmenedzser, uh -huh. és ö, visszajött az ügyvezetőnk, ő akkor ment volna tőlünk, és én, én imádtam vele dolgozni, uh -huh. és az így bevillant a fejembe, hogy lehet, hogy ez egy olyan projekt, hogy egy kolléga, aki, aki őszintén rajongok, velünk maradhat. Uh -huh. Mert ez biztos, hogy hoz egy egész emberes feladatot, és uh -huh. akkor így velünk maradt, és ő uh -huh. vele csinálhattuk az elsőt, ami azt gondolom olyan alapok, alapokat rakott le, hogy azóta is nagyon sokban építkezünk uh -huh. rá. Tehát, hogy ez így azért ott ilyen sok szempontból nagyon boldogságos volt uh -huh. ez a döntés. Ugye be is 5 év után azt mondta, hogy ez iszonyú energia, és, 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 és ezt nem tudja minden nyáron belerakni. Ti bele tudjátok rakni minden nyáron? Ez a tizedik év, uh -huh. és, és minden évben nagyon nagy döntés az, hogy merjük-e az egész nyarat és Ez a színházi évadnak a nehézségéből is adódik, mert ha mi augusztus első, második, harmadikán lebontunk, meg hazaszállítjuk a dolgokat, meg szétpakoljuk a dolgokat, az már bőven benne van a mi szeptemberi előkészítésünkben. Uh -huh. Tehát azt jelenti, hogy ha hülyét csináljuk, akkor nulla perc nyarunk van. És akkor lehet ezt egy kicsit ügyesebben csinálni, mert egy egész társulatot tekintve, akkor kit mi lehet pihentetni a stábot, mikor lehet pihentetni. Uh -huh. El kell engedni a stából kezeket és másokkal dolgozni, például uh -huh. ez látszik idén már, meg folyamatosan voltak ilyen típusú gondolkodások. Ami nagyon nehéz, mert mi szeretjük ugyanazokkal az emberekkel, ugyanazt pontosan uh -huh. úgy csinálni, mert, mert jó esik, és a közönség is vár tőlünk valami uh -huh. folyamatosságot. Úgyhogy ebben kellett azért megújulni, és ott van az a kérdés is, hogy most már mi nagyon mást akarunk, mert akkor érdemes csinálni, ha 8 nagyon más lesz, és ott van az is, hogy elképesztően uh, markoló, meg megható, amikor a nézők sorba állnak az első pénteki nap nyitáskor. Akkor és akkor szinte folyamatosan teltháznak. És hogy jönnek be. Olyan, és hogy olyan. ők arra jönnek, hogy ők az elmúlt egy kettő 3 most már kilenc évnek szavaznak bizalmat. Uh -huh meg hogy ott maradhat a momentán felirata az épületen egész évben, és ben, egész ez évben... Ez egy sajátossága kapósnak, hogy igazából folkudvar, Igen. nem tudom, momentán, stb. Tehát ezek úgy ilyen, ilyen emblematikus helyszíneként egész... Ébe emlékeztetnek é, És nekünk van egy olyan feliratunk, ami kint maradhat a házon, senkit nem zavar igazán, de mivel a Kanyarban van, és és ott sokan mennek át Kapolcson a, az úton, ezért mi éven, egész évben kapjuk hetente ezeket a fotókat, hogy ott a, ott a ház. És, de és hogy el is küldik a el is küldik, persze, mm. ha mi arra utazunk, ha a stábtagunk utazik, ha rajongók utaznak, akkor tolják ezeket a képeket, hogy ott a név, és ott a ház, és mm. akkor ez ilyen emblematikus. De ez egy nagyon, tehát ez szerelem dolog, mm. persze. Hogy lehet tíz napon keresztül napi 8 órában improvizálni? Mm -hmm. Mennyire szívja le az embert, vagy mennyire? Teljesen változó. Van, aki azt állítja utána, hogy tíz nap flow, mm -hmm. és nekem például az lett a receptem, hogy nem tíz napot, hanem öt napot intenzíven. Mm -hmm. Valaki két hétvégét szeretett, hogy van, aki pihenő napot vesz ki, tehát muszáj összerakni, ugye abból is adódik, hogy olyan 80 és 90 program elem között van a 10 nap alatt. Tehát hmm. sok, ez egy nagy udvar, sokat pörög, De igen, és büszkék igen. vagyunk rá. Ja, hát stől... ugye ebből... aki esetleg nem ismeri annyira kapocsot, vannak helyszínek, akik mondjuk mitén délután 4-től 5-től beindulnak, és akkor csinálnak esti programot. Van, aki a délelőttöt vállalja, van, aki az éjszakai programot. Ti meg gyakorlatilag reggeltől. Igen, reggeltől igen elindítjuk, és akkor jönnek be 10-kor, és már legyen aktivitás, és legyenek igen, előadások. Igen, igen, Tehát ebből tényleg az adódik, hogy 8-9. Igen, soran. és akkor ott még a, a, azt is tudjuk, hogy egyes-kettő között pörög legjobban a büfé, tehát illik a büféseknek segíteni, és mm. illik csiket szedni, mert ha tiéd az udvar, akkor, akkor ez egy közös felelősség. Na, és igen, ez például az Aszalos Kingának volt egy mondása, és ez tök fontos mondás, hogy ez a mi udvarunk. Mm. És hogyha azt látják, hogy én lehajolok a csikkért, vagy felveszek egy szemetet, akkor sokkal kevésbé dobják el a nézők is. De. És ez nekünk tök fontos. Szóval, hogy végig lehet játszani, mi azért csináltunk őrületeket volt korábban is, olyan, hogy 11-es fél órát játszottunk folyamatosan, és akkor tényleg azt néztük meg, hogy ez meddig húzható. Csináltunk olyat, volt ilyen mozis este, hogy kor, éjfélkor, kettőkor is még előadást játszottunk, meg előtte is, tehát mm -hmm. a kettőkor már nem jó. Tehát, és nem azért, mert mi borzasztó állapotban vagyunk, hanem azért, mert a nézők is. Uh -huh. És mivel a nézői interakció az alapja az előadásnak, uh -huh. ezért értemetlen, amikor uh, nyácsorgatott kicsit olyan félértelmes nézőink vannak már, azért itt, itt, itt még 11-kor simán lehet játszani, kapok uh -huh. Tehát az még egy ilyen nagyon barátságos uh -huh. idő. Mekkora munka a program összeállítása? Végtelen. Mert hogy, ugye most megbeszélő, hogy 10 nap, ez, ez uh -huh. napi 16 óra munka, de lehet, hogy több, lehet, hogy 20 de hogy ugye nem csak az a tíz nap a barom intenzív munka, hanem, mm -hmm. hanem, hanem azért ez évközben is Igen, egy Igen, ez jelző felkészül. szeren végtelen szerkettő és akkor jönnek ilyen zaklató e-mailek, telefonok, keseredett hívások, hogy most már tényleg mindent Lekezd le kell adni, és, 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 nem is az a nehéz, a, hogy a, a társulatban ez a csodálatos, hogy egymás helyet is tudunk, és ez tényleg a tavalyi év például extra nehéz volt, mert ilyen hülyeségek jönnek, hogy valakinek begyullad a szeme, és hát mi van akkor? De hát nem tudott maradni, haza kell menni, és itt mm -hmm. abszolút pótolni kell, vagy valakinek jön egy másik váratlan egészségügyi baj el kell engedni, hogy elviszi a mentő, vagy bármi, akkor, akkor be kell állni a helyére, tudunk ezzel játszani. De ugye mindig ott van az is, hogy jó, de hívjunk vendégeket, és akkor legyenek ott híres emberek, és akkor a híres ember nyert, és sikerül, és akkor szükül a Az olyan pálig, meg, széles spektrumban. És a, a lovas is eljött véletlenül. Igen. ő tudta még reggel, de hogy, tehát az például beugrás volt, É, és az is látszik, hogy kik azok, akikre mi kíváncsiak vagyunk, a közönség kíváncsi, és úgy járunk, mint a kereskedelmi tévék, hogy egy idő után elfújnak az A kategóriások, nem zavarja, mert ők minden nap ugyanazokat az arcokat oda tudják tenni. Mi még azt mondjuk, hogy szeretnénk mindig új és új uh, hírességeket. Egyébként saját uh, kulcsfőből válogattuk, hogy megnézitek, hogy milyen fesztivál programja, és abból is próbáltok meríteni. Abszolút, tehát van egy olyan, hogy, hogy ki az, akit már évek óta szeretnénk, és akkor megpróbáljuk, hogy hát ha idén mégis eljön. Uh -huh. És van az, hogy érdemes megnézni a fesztivál programját, hiszen aki esti nagy line van a panoráma színpadon, onnan van esélyünk valakit megszerezni, mert akkor nem két utazás, hanem valahol a számcsek és az esti koncert között mégis esetleg befér, és akkor el tud jönni. Azt mondod, hogy ez szerelem projekt, de azért kíváncsi vagyok, hogy van ennek brandépítő hatása? Tehát van olyan visszacsatoló hatása, hogy Kapolcs miatt egyébként az általános tevékenységeteknek is van egy ilyen szélesedő közönsége? Uh, a... őszinte városra vagyok kíváncsi, tehát ha azt mondod, hogy nem, ez csak szerelemből csináljátok. abban a szempontból érdekes, hogy egy első évben megérkezni egy teljes önálló nagy színpaddal, és név, és megyünk a Momentum mm. udvarba, stb. Ott látszott, hogy nagyon sok embernek ez teljes újdonság. Mm. Ez a siker és a tragikuma, hogy amikor öm, tavaly a megnyitó megkérdeztük, hogy ki az, aki járt már itt, és visszajön egy, egy törzs közönség. Tehát azt jelenti, hogy 95 már járt az udvarba, mm. és ez később is persze bebeesnek új emberek, meg elhozza mm. a barátját, stb. De olyan szempontból a brand teremtő értéke, hogy először ott találkozik velünk fesztivál körülmények között, a lehető legjobb hangulatba, még akkor is beleszeret, ha nem olyan jó előadást játszunk, tehát mm. az csökken. Az, hogy fenntartani az érdeklődést ilyen szempontból fontos, de az is látszik, és ezt is érdemes mindig hozzárakni, hogy állati nehézen állóan bármit megteremteni ma. Tehát uh -huh. ha önállóan sikerül egy pályázatot behúzni, és akkor abból felépíted a saját fesztiválodat, uh -huh. azt lehet. Mi is csináltunk minifesztiválokat, tervezünk is, de azt az erőt, amit összetudtok rakni kapolcson és a mögött, egy uh -huh. széhez egy marketing, egy mindenféle erő van, uh -huh. azt önállóként 20 év után sem 20 ezres hídlevél sem, nem tudom, milyen facebook sem könnyű megcsinálni. Igen, igen, mert igen. Ez kultúra. és Igen, az igen, igen. Meg hát most már az is egy felelősség, hogy mindig ott vagytok, várnak titeket, igen, tehát hogy igen. annak milyen hídértéke lenne, hogy nincs momentum. Igen, igen, igen. Úgyhogy igen. ebben van. Igen. É, évközben mennyire más a tevékenység, vagy mennyire ilyen szétszórt kapolcsként Lehetne jellemezni, amit csináltok. Abból a szempontból van szerencsénk, hogy saját helyünk van. Ez is történetileg abból alakult, hogy játszottunk három előadást valahol, mm -hmm. és mondtuk, hogy kéne egy negyedik, és mondták, hogy az kizárt, mert itt műsor struktúra van. És mm. akkor vettünk egy levegőt. Három előadás után vettetek levegőt? Jó, most hát nem, nem értem. úgy értve, hogy három helyet akartunk havi négyet játszani. Ja, értem. És erre már az volt a válasz, hogy hát ez nem a ti helyetek, itt nem lehet már négyet játszani, mm -hmm. mert itt műsort struktúra van. Akkor is egyébként 30-ból négy este ez volt tele. Volt? 2007 környékén. Mm. Tehát hogy azért akkor már játszottunk 3-4 éve, látszott, hogy van egy viszonylag stabil közönség, de hát ez mondjuk el pár száz jegyet jelentett. Mm. És akkor volt egy nagy levegő, akkor volt a nagy dűrerkerd kialakítása az ajtusi soron, és mi velük közös terembe költöztünk, ami mm. társbérletként megint csak izgalmas. Ők nyomták a koncertet péntek szombaton, mi meg vasárnap, meg hétközben tudtunk játszani mm. előadást. Szép nagy hely volt, közös kialakítás, tehát azért ez egy óriási nagy vállalkozás volt. Hozzáteszem, ez az a terem volt, ahol én felvételiztem az egyetemre, ahol én vizsgákat írtam előtte, hiszen ez előtt az angol szak volt. Uh -huh. Úgyhogy a mi színház termünk, az egy ilyen történelmileg is izgalmas tér volt. Két évig csináltuk, és aztán látszott, hogy azért a, a színházszerű működés, meg a a zenei működés az eltér, uh -huh. és ha mondjuk egy metal nagyon fesztivál van, hát mert fesztivál adni. volt szombat este, akkor azért azt jelenti, hogy fordított kereszt, széttaposott hányás, mi egymás. Tehát ott ha, is, a, is csikeket kellett A vasár, csak hogyha vasár mondjuk gyerek előadást játszol délelőtt, akkor nagyon szűkül az az idősáv, hogy ezt olyan állapotba Értem. tud hozni, hogy jó legyen. Úgyhogy ott, ott, azért az látszott, hogy az önálló, önálló. és volt egy SS Há, a saját-saját hely projekt, mm. keresni a városban mindent, és aztán egy olyan bérleményt találtunk a, a az ó utcában, ahol, ahol volt egy tulajdonos, nem. beszéltünk vele, kibéreltük neki, nagyon nem kellett ez a hely, valahogy ráémaradt. Nem volt önkormányzati, mindenki azt mondta, hogy milyen hülyék vagyunk, hogy mi nem önkormányzatiba megyünk, mert azért ott lehet ezt azt kérni. Aztán később minden kulturális dolgot kirúgtak abban a, igen, a kerületben, azt, egy az, előző vezetés alatt, tehát tényleg ott a gójától, nem tudom, még elvéreztek helyek, és akkor egyszer csak felértékelődött, hogy jaj, nekünk egy üzletember a hűbérlőnk. Iszonyú sok pénz belement, az összes családtagunk kölcsönadott, adott, ezt vissza Igen. kellett pörgetni, de azért azzal, hogy egy saját helyed van, attól, mint egy fesztiválon is kapsz itt tök nagyon állóságot, hogy tőletek Tölyen. is nagy bizalmat kapunk, és nem láttunk még olyat, hogy a műsorba ki az a, nem tudom mi is beleszólunk, és azt csinálunk, amit akarunk. El Igen. kell adni, meg be kell hozni embereket, de ebbe belefér az, hogy workshopokat tartunk, hogy száznál többen járnak heti képzésekre hozzánk, ami óriási nagy büszkeség hogy külön pedagógus képzés van, hogy volt, peda, ö, volt nyugdíjas csoport, mert tök jól kijött, hogy mm. délelőtt babázásból visszatérve, milyen jó lehet kismamaként nyugdíjasoknak tartani ö, dolgokat. Szóval azért itt, itt nagyon sok mindent meg tudunk valósítani. Úgyhogy ilyen szempontból egy szárnyalás. Lássik, hogy egy önálló vállalkozás vagy gyakorlatilag, tehát ez, ez nem csak egy kulturális projekt, hanem alapvetően nektek üzletszöréjön kell tudni ilyen fenntartóan működni. Ez kiderült mind abból, amit elmondtál mai világban mennyire érzitek a villámcsapásokat? Ami mondjuk kezdődött a Covid-dal, tehát azt, nyilván éreztétek? De, a, ja, nem ott kezdődött, sokkal régebben kezdődött, ha azt nézzük, hogy még kultúrafinanszírozás, vagy ja, TAO, e, tao kérdés, TAO elvétel, stb. Tehát, hogy a, a, a tao azt rettentesen éreztük, hiszen mi eladunk sok jegyet, nem drágán, nem drágák a jegyeink, olcsónak számítanak. pont nem de azok hát, voltatok, akik ennek a rendszernek a ö, ö, ezt, trük, trükközésével. Ezt a leghülyébb ember a kultúra is meg tudta volna mondani, hogy ki az az öt vagy tíz, aki ja, persze, tehát ezt, ezt ki tudta, őket bőven elélek volna valamilyen módon akár visszaszerezni pénzt, soha nem szerezték vissza pénzt, viszont, viszont az összes többit megbüntettek. Igen. Ez olyan, amikor ezer szerelőből egy, hiányzik, egy hibázik, és a másik 949-et megbüntették érte. Igen. Igen. Sem értelme. Mi látunk Igen. ilyet is szervezetekben, sem értelme. Szóval, hogy, hogy ezek kellett csakozni, és ezért azt biztos mondom, hogyha ez azt, most azt mondja valaki, hogy mo most milyen ezt csinálni, 15 éve, akkor nem nyitunk helyet, meg akkor nem tudom, Egyébként is azt mondom, hogy ha 15 éve azt mondják, hogy most milyen itt, akkor szerintem mi nem ebben az országban vagy ebben igen, a székben olyan, ülünk. A Tehát a... Én nyelvszakos voltam, tehát egy kicsit könnyebb a távozási yeah, útvonal meg. Ezért, tehát, hogy ezt bármikor mondom, szerintem ez a lassú megfővés, ez ugyanúgy érvényes így, az ország szinten mindenki, is, meg igen. a kultúráres tökre, hogy olyan picit lesz mindig rosszabb, egy kicsit vásárolva, mm -hmm. egy kicsit taó nélkül, egy kicsit valami. Tehát, ha csomagban kapod, akkor akkor azonnal menekül. Ez így, így meg kimozgod valahogy. Igen. És persze vannak olyan mondások, amikor beszélünk egy üzletember üzletemberrel, és megkérdez, hogy havonta mennyit vesztek ki ebből a vállalkozásból, és akkor. Én ezt nem akartam hangosan felnevetsz egy ilyen kulturális jellegű dologból, és azt mondod, hogy ha havonta, évente éppen befizetőség van, vagy nem befizetőség. Én ezért mindig ez mosolyogok, nem. amikor nem tudom én. Éppen a legváratlanabb újságban jelenik meg a, olyan szájízű cikk, hogy a völgy ugye mekkora üzlet, hát hogy a terébe lenne üzlet. <laughs> ja. Minden évben Én... úgy számoljuk ki, hogy, Én... hogy hogy akkor ez az év is kijöjjön, és számoljuk ki, hogy mennyi projektet lehet vállalni, hogy az végrehajtható is legyen. Meg hol van De... az a szép felelősséget, hogy egyébként ö, tudsz, te is tudnál olyat odavinni, hogy többen jöjjenek, csak nem akarsz? Mert ja, persze, nem azt a el, fel, az előadót és nem, lenne, azt nem. nem, ez pont-pont mindig nagyon precíz egyensúlyozás ment, hogy műfajilag minden megférjen egymás mellett, a közönség megőrizze a karakterét, mert az egyébként a fesztivál ez nem csak a fellépőktől, hanem a közösségtől is olyan, amilyen, a látogatóktól is olyan, amilyen. De igen, ez mindig mindig elmosolyog rajta az ember. És ugyanez a helyzet, kicsiben azért lépték van a nagy fesztivál és egy, egy kis színház éves fenntartása között. De közben meg, meg lehet csinálni, és erről meg híresek voltunk, hogy pont azért, mert az improvizáció egy csengő, és visszad, ahova akarod, lehet tréninget tartani, lehet képzéseket tartani, tehát ez mm. egy divers portfólió tud lenni, és van olyan, ami szinte egyáltalán nem látható. Pont kapolcsony egyébként túl, túl kérjelni, de most is túlélő üzemmód van ezek szerint? Hát most mi a túlélő? Most attól, hogy rettegni, hogy holnap nem tudunk fizetést fizetni, ez nem. Mm. De mondjuk, ha azt mondjuk, hogy ott vagyunk alapító tagok, és mi... Nem osztalékokra utazunk azért, hogy, hogy sokkal biztosabb, sokkal fontosabb az, hogy a stábunk legyen, uh -huh. és jó legyen. Vagy... Mi volt az utolsó villámcsapás, az infláció igazából vagy... Hát ez a Covid volt egy ilyen, hát a, a színházi szempontból azt szerintem mindennél durvább csapás volt. A, hát, a Covid nyilván akkor azt... nem volt színház, vagy nem tudom, hogy ti online az Online el? dolgoztunk, igen. És szerintem mi voltunk talán az egyetlenek, akik élő online színházat tudtak csinálni. Mert ah. a online valahogy működött, de hát ugyanezt megcsinálni úgy, hogy ebben legyen élő kommunikáció és chatfalak és minden. És ez miért volt így? Azért, mert mi még a UStreamel el nagyon-nagyon jó kapcsolatban voltunk. Uh -huh. És a, a, az a technológiai segítség háttér barátokon keresztül végül is iszonyú sok segítséget kaptunk ebben. Uh -huh. És abszolút ilyen barátként maradtunk ott uh -huh. technikus csapatokkal, és... Hát a Bodgerit külön szeretném itt, és minden áll. Tehát, hogy ha ő nincs, akkor ez nem tud létezni. Ulan. És azért az, hogy nekünk a jött egy iszonyú sok, borzasztó sok vesztesség, rettenetes, kilátástalan helyzet, és utána egyszer csak el tudtunk kezdeni online, volt még ez a otthonról, Zoomon, ez ez elviselhetetlen, de már a színházba aztán be tudtunk menni, tudtunk fejleszteni, uh -huh. és, és az egyik legjobb decemberünk lett mert a cégek rájöttek, hogy valamit muszáj. Tehát egyszerűen olyan nincs, hogy nem lehet, hogy semmi nincs, és ezért elkezdtek online valamit csinálni. Tehát de mindig van, hogy egyébként egy válságos időszakban, akkor nagyon nagy baj van, ha valaki ki tudja találni magát, és rájön, hogy a környezethez hogy lehet alkalmazkodni, akkor oly kör egy ilyen vákumba tud bele... És akkor be meglátod, hogy ö, oké, 130-an férnek a színházba, egy rendezvényen 2-300-nak szeretünk játszani, most tudtunk 600, meg 800 embernek is rendezvényt csinálni, ráadásul eddig extrovertált emberek szerettek mm. hozzánk járni, mert be kell kiabálni, mm. aztán az introvertált emberek halálboldogan csetfalon mm. nyomták be a cuccokat nekünk mm. játszani pusztító a szar volt. Tehát tényleg őszintén, tehát állsz négy kamera előtt egy operatőrrel, mert ugye egy operatőr e -e -e. lehetett lekapcsolni a városban, mindenkinek operatőr kellett. Hozzáteszem megint Zalán hálás köszönet neki, a szemközti fotóboltban dolgozik, átsétáltak a egy csodálatos tábunkból a lányok, és megkérdezik, hogy nem lesz -e le operatőr. Mondta, hogy de ért hozzá. Uh -huh. Sehonnan nem tudtunk volna szerezni, vagy, vagy egyszerűen ki tudtunk állítani úgy egy online közvetítést, hogy ez nem millióba került, hanem töredékébe. Uh -huh de hát ez az kellett, hogy barátok segítsenek és odalépjenek. Futólag említetted már, de én azt tapasztalom, hogy céges környezetben nagyon ismernek titeket, nagyon erős a kapcsolatrendszer, ami nyilván egy erőt is ad egyébként a társulatnak. Ez honnan származik? Ez speciális kapcsolat, tréningeket tartotok, külön marketingen dolgoztatok ezen, vagy miért, miért, miért vagytok annyira erősek abban, amiben egyébként egy csomó színház nem erős, mert alapvetően általánosan marketingépítéssel próbálnak felszínen maradni. Volt ebben kellemes, meg kevésbé kellemes oka. Az egyik oka az az, hogy mi sosem volt olyan állami támogatásuk, hogy mi abból bele tudjunk feküdni. Mm. Tehát ha mi azt tudtuk volna mondani, hogy főállásban művészek vagyunk, akkor nagyon sok mindent nem akarunk, még nem csinálunk. Mm. Ez az egyik. Tehát nekünk az, az, első pillanattól kezdve ez egy fontos dolog volt, hogy megteremtsük magunkat a nagyvilágban is. Mi nem nagybetűs művészek voltunk, és a bizonyos értelemben a, a legprofibb amatőrök. Mert <laughs> Aztán mondani, hogy a családi költségvetésem egy kisebb részét tudja színházadni, és egy sokkal nagyobb részét tudja, azt, hogy én, én vállalkozást üzemeltetek, és művészényeket tartok, vagy alkalmazott tréner vagyok, vagy uh -huh. tanítok. Szóval, hogy, hogy ez az elejétől így volt. Az is benne volt, hogy, hogy az improvizáció, mint készség. Amerikában már sok sok éve, de ez megérkezett Magyarországra is, hogy uh, már, ha még valaki Flipchartra felírja, hogy mi az értékesítés hét alapszabály, akkor bármely vezető elpusztul a gondolattól is. De. És akkor jött, hogy mindent csak gyakorlat legyen. Uh -huh. És ezt nagyon szépen össze lehetett kapcsolni. Óriási szerencsénk volt, mert uh, impros kollégáink kerestek angolul is beszélő színészeket. Ebben tök jó jött az, hogy minket nem vettek fel a színészakra, még aki ment, az se. Tehát végeztünk angol szakot meg Mindenféle szakokat. Tehát hogy itt volt egy csomó olyan tudás, ami egyébként uh -huh. megint csak egy klasszikus színházban nincs. Uh -huh. És mivel elkezdtünk bizniszben dolgozni 20 éve, uh -huh. az adja magát. Egyik helyről uh -huh. a másikra nem voltunk hülyék, mértük a lehetőségeket. Ha van egy jó hrs fesztivál, akkor persze ingyen is el fogunk menni, rengeteg melót bele tudunk ragni. Ha ott keresünk pénzt, akkor elkezdem képezni magam. Ilyen tímkocs papír, olyan tímkocs papír, olyan végzettség, ennyi pénz, ilyen. Tehát, hogy egyszerűen energiát, pénzt kell belerakni. Uh -huh. És mivel eleve tíz alapítótag volt, tíz kapcsolatrendszerrel, ez tök sokat számít. Uh -huh. És megint csak szerencsénk van, alapvetően Budapesti székhelyű, alapvetően sulikba jártunk, uh -huh. különböző helyekre jártunk, mögöttünk volt egy dráma stúdiós ismeretség, a Földesi Margithoz jártunk mindannyian. Uh -huh. Az egy nagy család, az elmúlt, most lesz 40 éves a stúdió, de aki uh -huh. valaha Margitos volt, az Margitos marad. Iszonyú sok uh, megkeresés, segítség, jókor jött egy tévés felkérés szintén. Margitos baráttól, is a 80 adást megcsináltunk az MTV-ának, akkor még Isten tudja, hogy hívták, de az is számított, akkor még szerintem a, a nulla fölötti nézettséggel, mm -hmm. hogy ott állandó műsorunk volt, tehát szépen építkezik. De az tény, hogy ehhez üzleti reggelit kell tartani. El kell menni eseményekre, nagyon sok konferencián kellett ingyen játszani, és ez mm. tök ki. És a konferencián is meg kellett tanulni, hogy. Figyelj, oda megyünk nagyon szívesen, tudom, hogy nem fogtok fizetni, de ez nekem akkor ér bármit, ha ebben a blogban vagyok, mert azt sokan nézik. Én mm. nem akarok a kisten ebben délután fél ötkor e, bármit csinálni, miközben a magára valamit is adó HRS már hazament, vagy kint kvaterkázik. Én azt szeretném, hogy 700-an nézzenek, és mm. akkor ebbe be lehetett állni, és mm. tök jó sikerek voltak okay. ebben azt szerintem, hogy nagyjából tudja a közönség, hogy hogy néz ki egy improvizációs színház nálatok, vagy ha nem tudja, akkor nézze meg az utcában, hogy nézze meg Kapolcson. Egy céges tréning az, hogy néz ki, ezt hogy kell elképzelni. Olyan szempontból nem más, hogy, hogy a, a tréning forma megvan, emberek jönnek egy térbe, és akkor adnak uh -huh. feladatokat. Annyi a különbség talán, hogy nagyon-nagyon sok játékot viszünk, uh -huh. hogy mindig a páros vezetésre. Szavazunk, uh -huh. hogy mi meg tudjunk mutatni dolgokat, és aztán ki tudják próbálni a, a uh -huh. résztvevők. És az is látszik, hogy két irányban nagyon erős a mi elérésünk. Egyrészt az a menedzsment irány, akiket már szétképeztek, és nagyon unják, uh -huh. és valami mást akarnak. Nem uh -huh. tudják pontosan, de valami nagyon más legyen, és élményszerű. A másik pedig a, a tréningezhetetlen, egyébként nagyon nagy ö, tömegben dolgozó munkavállalók szerelők, szerelők vezetői, ügyfélszolgálatosok, stb., akik megint csak egy okoskodást levetnek magukról, mert mm. nem szeretik ezt a messzire jött inges De embert. Tehát, hogy Hogy ez egy ilyen szituáció? Most elárom a titkot. Ugyanazt csinálok, mint amikor öt évesekkel dolgoztunk dráma stúdióban, meg Aha. az egyetemene a természettudományos tanárképzésben. Mutatunk játékokat, és megkérjük, hogy próbálják ki ők mm. is. És mivel egyetemes a játék, és a humor, meg a, mm. a jókedv, Tökre működik. Annyi mm. a különbség, hogy mivel mi meg tudjuk mutatni, ezért van rögtön egy ilyen jó érzés, hogy ez vicces, mm -hmm. jön egy iszonyú pánik, hogy ez nagyon nehéz, mm -hmm. aztán azonnal ki tudják próbálni Azt párban. akartam kérdezni, hogy aki elmegy a színházba, az ugye már azzal a feltételezéssel megy el, hogy itt felszólítják, mm. poénkodás lesz, stb. stb. De egy tréning az nem mindig úgy van, hogy mindenki részt akar venni benne. Itt ellenállások szoktak kialakulni, vagy ha igen, akkor hogy, hogy kezelitek? Van ellenállás, és vannak ilyen híres történetek, amikor oda küldenek 45-szer előtt, és egyébként azt az instrukciót adják nekik a közvetlen vezetők, hogy ne szólalj meg, akkor nem lesz baj. Hát úgy nagyon nehéz nyerni. Nem. Mondjuk itt teljesen előről kellett indítani az egészet, és aztán végül is egy óriási siker lett, és ezer szerelővel dolgozhatunk, de ott egyet vissza kellett lépni. Alapvetően egyébként az a meglepő... Hogy szerintem mi sokkal finomabbak vagyunk a résztvevőinkkel, mint akár egy klasszikus értelembe vetrénénénk. Uh -huh. Mert tanári végzettségünk van, gyerekekkel dolgoztunk sokat, nagyon nem szeretjük olyan helyzetbe hozni, egyébként se a közönségünket, se a, a résztvevőinket, hogy az nekik kellemetlen legyen. Uh -huh. Dolgozzon párba, dolgozzon kis csoportban, akkor szólaljon meg, amikor már jó lesik neki, ha kell, akkor kitaláljuk a különböző formákat. Tehát ez a körbeülünk, és mindenkit felszólítunk, és megmondjuk, hogy mi a jó. Ezt Egyértelműen el kell kerülni. És még hmm. mindig egy csomó ilyennel találkoznak, mert az iskolán egyszer meg ilyen. Hmm. Azt is szeretik, hogy nálunk nincs jó válasz, vagy én nem akarok átadni feltétlenül dolgot, mert az a tapasztalatom, hogy mi most már a kétnapos tréningeken nagyjából elmúltak. Hmm. Maradtak az egynapos tréningek, meg hmm. a félnapos tréningek. <laughs> ma is egy félnapos Gyors, tréninget tartottunk. Na jó, de hát az emberi elmeműködés meg feltétlenül. Igen, ne? igen, igen. Viszont azt elértük, hogy ma banki vezetőkkel dolgoztunk és tudtuk, hogy a fél nap semmire nem elég, de csináltunk egy mini előkészítőkört négy emberrel, aztán a tíz fős csapattal. Múlt hónapban dolgoztunk, ma is ezzel a csapattal dolgoztunk, és jövő hónapban kiszélesítjük, és mind az ötven főt bevonjuk, akik mm -hmm. együtt dolgoznak. Tudott lenni belőle egy folyamat, ezt nagyjából megértettük, és ma egyszerűen megérkezett a csapat. Már a kezdés előtt annyira borzongatóan jól voltak egymással, és ez volt az egész nap egy eufória, ez kellett egy csomó mindent belerakni. És mm. kellett egy csomó szerencse, és az is kell, hogy, hogy, hogy miért ismerkedtünk meg az ő vezetőjével négy céggel ezelőtt. Uh -huh. És ő azóta is bízik bennünk, és azt is tudja, hogy ha minket kér meg, akkor extra figyelemmel és extra szeretettel fogjuk csinálni ezt hát. a dolgot, amit csinálunk. Uh -huh. Tehát, hogy egyszerűen van ebben egy kapcsolattartási rész, meg egy betyárbecsület rész. Uh -huh. meg, meg alapvetően mi azért csináljuk ezt a színházat, mert szeretjük az embereket, és szeretünk velük együtt játszani. Uh -huh. Ö, trénerként is azt tudom mondani, hogy Alapvetően tanárként, dráma tanárként vagyunk ott, és hiszünk azokban a csapatokban, uh -huh. és elhisszük, vagy még nem csak elhisszük róluk, beléjük látjuk, hogy milyenek tudnának lenni, hogyha nagyon jól működnének, uh -huh. és ez egy csomószor bejön. Uh -huh. Én megváltoztatni akarom őket, én akarok nekik egy tükröt tartani, mint amilyenek, és csomószor elhiszik, és egyszer jobbak lesznek tőlem. Uh -huh. És ez Tök jó. Ez, ez, ez szerintem egy... És ez könnyebb azt mondani, hogy figyelmi színházi emberek vagyunk, játékos emberek vagyunk, próbáljuk ki. Uh -huh amit így elmesélsz, azt én úgy érzem, hogy ez hihetetlen energiákat, hihetetlen belső érzelmi tartalékokat, meg intellektuális munkát igényel. Általában is téma a céges környezetben, hogy azért egy idő után elfárad, kiég az ember, pihenésre van szüksége. Ráadásul is, egy ezt improvizációs színház analogiát keresek, az ugyan, tehát hogy én mindig néző voltam, a hátsó soros néző voltam az improvizációs színházban, de van olyan környezet, ahol improvizálok, én mm. improvizáltam, blueszenészként, szájharmonikásként játszottam, mm. de ott is úgy éreztem, hogy tíz év után már, már olyan, ö, olyan egysikúvá vált, és ki kellett szállni, ki kellett lépni, és más formációkban. Ti ezt hogy kezelitek? Vagy van-e ilyen jelenség egyáltalán? Van-e elfáradás? Abszolút van, abszolút van. És ö, volt olyan, tag, aki egy évre utazott a világban, és nem csak belülünk fáradt ki, hanem mindenből. Mm. Van olyan is, aki egyszerűen mást választ, és más irányba indul el, mert mm. ö, lesz az életének egy olyan iránya, ami egy olyan szakmája, mondjuk akár a filmrendezés, mint Tóth a barátunk, aki uh, elképesztő sikereket ért el, és azt is tudja, hogy kétszer sort visszakerülni kerülni uh, az oszkáron, kisfilmben is, meg, meg nagyjátékfilmben is, az egy olyan lehetőség, amivel most tud élni, és most van abban a korban. Úgyhogy hmm. most nem játszik és nincs ebből sértődés, fájdalom van, de sértődés mm. nincs, mert egy olyan lehetőséget kap. De ezért volt nagyon jó, amikor megérkeztek fiatalabbak, nálunk pofátlanul fiatalabbak. Kvázi társulatként meg tudtok működni, Igen, vagy igen ha a gyermekeknek ez egy fontos lényege. És, a ki, és ez nem az a műfaj, amit lehet úgy csinálni, nincs kedved. Uh -huh. Tehát ezt pontosan K tudjuk magunkról, vele, hogy igen. olyan van, hogy hatkor még nincs. Vagy, vagy olyan is volt volt ez az őrült előadásunk sok-sok évig, ment, mert sajnos a nézők szerették, hogy reggel hétkor játszottunk hétfőn a hónap első hétfőn reggel 7-től, mert akkor 8 re vége volt, és Baszik a, váci, és a tengelyben oda lehetett érni munkába, a fél 9-re. És Aha. az emberek megérkeztek egy kicsit csinosabban, és megkérdezték őket, hogy mi van, színházban mész? Már voltam. Aha. És ezért a mondatér, meg azért, hogy röhögött reggel, hogy meg reggelőzett nyugiba, stb. megcsinálta, hát ott reggel hatra sötétben megérkezni télen, az a az a halál, az pusztulat, akkor gyűlöltük Jaj. a nézőket is hattól, de, de 7 óra 3 meg már nagyon szerettük őket, mert ők tényleg oda jöttek. Igen, ők is felkeltek. És fizettek ért, és igen, egyáltalán, igen. és akkor beálltunk őket üdvözölni, meg főztünk neki kávét, mert mit tudom én. Na például itt látszik, hogy ezt nem tudjuk megcsinálni már, mert, mert egy tau támogatás nélkül, Ö, egyszerűen nem, nem, nem jött, nincs kofánk olyan egy árat venni, meg ilyen kajárak mellett, meg stb. Ezt nem tudjuk megcsinálni. Meg ott van az, hogy én is elmélem a gyereket inkább suliba, mint hogy <gül> <világos>. <gül> meg még egy nap ott hagyjam a, a, a feleségemnek, hogy na, ti a buli, én játszogatni bementem mm -hmm. hétre. Szóval, hogy, hogy kell, tökre kell megújulás. szerencsére változott a közönség. Mm -hmm. Az is látszott például az első években, és leginkább ezért lett saját helyünk. Hogyha csak rögvestet játszottunk volna, ami az igazi mm -hmm. ö, flagship előadás, vagy milking cow, hogyha uh -huh. kicsit csúnyabb a dolog, de hogy tényleg az az, ami rengeteg rendezvényes, a többi, hát 1500 fölött vagyunk vele, az annyit uh -huh. a macskák, csak ők 40 a év jó. alatt, mi meg 20 év alatt bejátszottuk, ha nem tudtunk volna új előadásokat csinálni, nem tudjuk csinálni. De ilyen az is, hogy a Fröcsben, ahol F. volt a vendégünk több mint százszor, hivatalosan százszor csak kamusztunk neki, mert mondta, hogy a századiknál befejezi, ezért rendszeresen nagyon sok de századik előadás volt. De tudja meg azóta, és jött egyszer-egyszer vendégként, de azt mondta, hogy százig csinálja. És most három egyébként kiváló pszichológussal dolgozunk, a, Buda Laci a Budalacival, a Tarianna Máriával, az Almási Kittivel, mindhárman is külön-külön óriási rajongótáborral, de nekünk az, hogy minden hónapban egy kicsit más szakember van ott, az elkepesztő frissítés. Fontos, hogy ne ugyanaz az ember vezessen mindig műsort, hogy jön most új műsorvezető, hogy beállnak új emberek, hogy vannak vendégzenészek, tehát hogy lehet azért ezért egy csomót tenni. Nem mm. igaz, hogy nem. Mm. Kapocsba hány van még szerinted? El sem tudom képzelni. Nem tudom. Tehát végtelenségig fog menni. Pláne, hogyha a társadat az úgy működik, hogy ha van, aki kilép, akkor jönnek újak, akkor ez nem tudom. Uh -huh. És nagyon múlik rajtatok is, tehát hogy ez azon is múlik, hogy a fesztivál hogyan alakul, vagy változik, meg tényleg múlik finanszírozáson. Tehát van egy, van egy szint, amikor nem, nem tudod tovább tolni a, a persze, szekeret. Persze. De... Én a fesztivált most a félig kívülről nézem, okay. tehát nekem addig volt fel az, amíg annak saját nem lábára nem kellett műtosan. állni. Amit én látok belőle, ott nem látok megtorpanást, átalakulást látok, de hát az egész hazai kulturális közeg folyamatosan alakul, meg ahhoz folyamatosan alkalmazkodni kell de azt nem látom, hogy ott elakadás lenne, és hát ezek szerint nálatok hát, sincsen. Mindig elakadás. az a fontos, hogy legyen néhány olyan társulati tag, aki azt mondja, hogy igen, mert nem azon múlik. Tehát a tíz napra lejátszani, az még az egyszerűbb, vagy az beosztjuk. De az, hogy valaki, ha nem 12 hónapig, de 9 és fél hónapig sok-sok idegszállal, és bizonyos időszakokban minden idegszállával ezen pörög, ahhoz az kell, hogy legyen egy olyan szavazat, meg még három, aki azt mondja, hogy ezt mi toljuk. Mert hát. ha ezt nem toljuk, akkor meg akkor én nincs értelme, mert Igen. ott viszont azért más az elvárás, mert meg kell tölteni mindig új programokkal is. Úgyhogy ez, ez, feladat. Jó, hát akkor tekintsük úgy, hogy a kapocsod egy ilyen kölcsönös szerelem. Tehát mindannyian érzelmi alapon kötődünk hozzá, én remélem, hogy ez sokáig kitart, és sokat fogjuk még ott látni egymást, és én is beülhetek még a hátsó sorba, és ilyen hátsó soros improvizáció színház nézőként. Mi az elejéről is, be. meg a, esetleg a kerítésre felmászva, amit hát, ha letakarunk. Oké, okay. oké, okay. okay. különböző helyeket találok, a de nem a, le bocsánat, a legjobb a bárpulton támaszkodva. Igen. Jó, hát köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, köszönöm a beszélgetést, és hát akkor még sokszor találkozunk. köszönöm? Nektek is köszönöm, hogy néztek, hallgattok minket, ha tetszenek a beszélgetéseink, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, vagy hallgassatok minket a Spotify-on. Sziasztok!